Úgy mindenkinek Puerto Rico Chronicles-t. Itt az idő befejezni a 9. epizódot. Mit csinálok is végig? Vigy egy kórházba került. Sokáig jön. 10 évvel ezelőtt Vigy öngyilkos akart lenni azzal, hogy kiugrik az ablakon. Miért volt amnéziája? Senki nem tudta a titkát. De hiba volt kideíteni az igazságot? Iris. Nem tudja hol. Felolgok van vennieket. Vannak rejték, amit nem szól kiderülni. Mai napi per. Hogy ment? Most hát hogy biztosan az X nem tettes. Milyen dolog kiderült. De ez Kazuhan köszönhető. Kazuhan nem önmaga. Mint ha megszállod lenne. Olyan lett, mint egy vérebb, aki gyakorlata dejtő Vigil múltját. De valami fog a fején. Kaszás ártatlanság. Csak úgy bizonyítható, hogy Ziggs ártatlan, hogyha korábban volt meghalva.
kéne vizsgálni a holttestet. A jó kérdés az, miért nincs ott időpont? Hát nyomozott Greg Sutton. Neki is kiderült, hogy ez egy kazásnak a titkos bázisa. Rész a mozgáson. Ez egy inkognitó mozgás trendete. Ugyanazt tette, mint de kiderült, hogy Vigil volt, nem Gregson, aki ott volt a ligában. Ez egy csak egy pálya alibi. Neked Gregsonnak alibi. Bizonyára nem akart, hogy tudjuk valamit. Kérdezni az X-nél, hogy mi az állam. Vigil állapota. Felsége pontosan ők keresni. Melyik kovászban van? Saint Sinner. Igen, megálltuk a nő férjét. Valesetből. Hát tudok hagyta a hírzőt megszökni. Azért után. Vigilnek az is volt a dolga, hogy megszemélyisítse Gregson. Hát a ketten keveredjen magunk közel Gregsonhoz. Vízi pisztolya. Ja.
akkor most menjünk ide. November 2-kor brit felsőrendű bíróság. Ügyőség minisztérióra. Biztosan követelé, hogy az időszabályai szerint ez is apert. De azonban elmegy. De mit kiesik itt? Milyen kérdés? Na nem gond. Most szabad volna véget, de ez van az display-en. De kázom, akkor szabította a pert. Mégis még képzelsz, igazságok, hogy ide tűnt el rohadék. Ami biztos, hogy ezt az ügyet mélyebben kell megérteni. Koszás. Volt még egy zárt tárgyalás, amiben Ziggs vesztett, de viszont valaki hánok után meghalt a vád, aki vádott volt. Baleset élet nyilvánítva a dolog, így Ziggsnek volt alibi. 16 ember halt meg, aki elvesztett kaszás. Furcsa módon, de életüket vesztettél, mind a 16. Zárt el. Tízében nem láttak, zárt el. Ez gyengyszín asszok gyévó. Hát így bosszút akart tenni a bátyán. Mik az már? Az apja halálkal bossz után. Nem találja hal, hanem az valamint ő apa. Lépéseket akar tenni.
az ő válaszolja meg annyi, hogy mit számít a következő 10. epizódnak. Ez majd a legjobb bátyja. Nem tudja, hogyan beszéljen vele. Új helyszín. Most pedig a bezárt úgy helyszín. Zisz már megint olvas. Nem akar látogatókat. Udvarját lanság. Így beszélni a napja a látogatósága próbálja összeműteni. Nézom, talán. De az ügyész miatt. Meg van lepődve, hogy nem kimehetett soha. Kaszás kiléte. Őt hogy csak kaszáson tartottam. Mert bizonyos műnöket adottál. Miért kéne választani? Tényleg megtámadtad. Valaki bizonyára felhasznál, vagy el akar hallgattok. Mióta a kockás ez megjelent? Be akarja buktatni? Vagy esetleg a kormányt? Vagy vállaltok? Egy ember okozza az egészet. Az életőnek tökéletes információ vannak. Ami azt jelenti, valaki a Scotland Yardból felelős a halálokért. Gyöngyt, hogy Gregson. Gregson vádolja a kaszásnak. Gregson titka. Gazdas egy titkos vállalat.
És annyit, hogy Gregson az egyik tagja ennek. De bárki is az a kasszás, nagyon gonosz. Nem, de Gregson... De nem magának csinálja. Az egészet biztos egy taktikus. Lehet, hogy utasítson ki a merényletekre. És neki alibire volt szüksége. Úgyhogy én nem tudom semmit a kaszásról. Tehát valaki parancsolókat ad a merényletekre. Van még egy név is, aki megadja azokat a merényleteket. Assassin a neve. Szóval Assassin egy... Szóval egy merénylő. Többszörös merénylő. Két lebuktattam elsőre. Ölte meg John H. Wilson-t. De megkapta a végén, amit érdemelt. Ezen a 16 gyilkosságot követett el. Vagy 17-et. Szóval 16-et állítani tartani, hogy meggyilkolták az állítólagos apját. A apját akkor elmegérzi ki az Asashi. Asogi. Igen, az egy barátom. Miatt vagyok itt Britanniában. És nem itt se vagyok. Viselkedése apjához hasonló. Arra kíváncsi, hogy miért mentette meg a bátyát Genys. És miért mentette meg az övét? Hát ez egy szuper nagy titok. Tíz éve ezelőtt megmentette az életét. Ez a professzor utolsó támadása volt. Szóval Clint már meg volt öve a bankokban. Aki is meg akkor tudomást szerzett a bűnéről, megismerte. Igen, vele volt akkor. Körülvették néhányan. Fegyverrel. Igen, de őt már próbáltál meg a többször is. Hát
Kövés hangzott el. Nem emlékszett arra, hogy mi történt, amikor meg történt a lövés. Csak csend volt. Valamilyen vérzés volt, és sajtólag pasként használta magát. Kínappal azután már letartóztatták. És mint egy sorozatgyilkost. Volt, hogy miért tette, az még mindig rejti. De az biztos, hogy elveszette a bátyját, így említ, és kimelt egyensint. Így már érthető, hogy miért olyan szemes. Sose gondolta volna, hogy meg kell tűnni a japánok. Jó kérdés az, vajon mi közelnek az egészhez? Tehát az új információnk az, hogy valaki Asashinnek, aki már nem él, parancsokat osztogat arra, hogy ülje meg azokat, akik vállalkémet nem bűnösítettet kapta. De ez már véget ért az Asashin halálával. Tehát az a 16 ember Asashin által halt meg. Most pedig Eugene-nal beszéljünk. Sherlock az kalandja, mindnak ilyen volt. Igen. Igen, olvasta a munkáját. Én nyugasztam meg. Igen, van egy szívességi. De azt még nem tudta elmondani. De vajon hol van Jigoku?
kosszásról mit tudunk? Mit tudsz a kosszásról? Csak plejkákat. Amiket én nap hallok. Biztos, hogy nem kasszás, de valaki más. Profi gyilkos. Így menj élő. Eszve magát te Iris előtte. Az, ahogy közül ugye a barátját beasszisztél után. Meg kell üdvözni a Iris. Wilson halála. Akkor lehet egy Ice figyelmény. Akkor most már a kettésben beszéltünk. De hány tudok az a... Zon Vizon illata azt a kalandos dolgok. De van kasszás mértéte utol Japánban. Hát ezt még nem tud semmit. Sajnos azt nem tudja, hogy Wilson a holt elállni. De még nem tudják ki az apjuk. Ja, igazán. De Alice van vissza is jött. Jigoku. Nem látom Jigoku-t eddig. De az biztos, hogy lehet, hogy szemétalan. Jigoku a dokkon biztos volt. Hát a Jigoku védhette a Genshin, de egy kudarcot vallott. Thank you.
de Chiyo felmentették, így visszatértek a Japánok. Megvan a közös ki. Egyszer fontos bizonyíték lesz. A szívesség. Nem tudom, benne részvészek annak, nem soká végez. Azt kérdez, hogy térj vissza vele Japánba. És hogyan itt Nagy-Britannia. Szóval nincs ügyvédjük állítólag. Szóval azt a per meg kell nyernem, és utána vissza kell térnem Japánba. Igen, így is ismerték a tehetségem. Igen, szükség van rá. El fogom hagyni Iris-t, igen. Elbutom új is kell. Hát, Hatsuki partnerre akartam. De még el kell dönteni azt is, hogy oldjuk meg ezt a szituációt. Hogy mi egy ilyen szuci van. De most nem elkölik. Csak hogy gondoljam át. Pedig utcán lesz. Most szimpulációval akarok idegyen azt a sinó. Hát, kell már most beszélni, de még nem. Ő is most jött rá, hogy azt is senki. Thank you.
Valami telegramot akar intézni. Valakivel beszéljék ilyen Assassin. Ő, Shujin-t kellene kérni rá. Úgyhogy Bobby, de nem tudni, hogy mire jó. Nem mondja. Nagyon elfoglalmos. Mert adhat gyógyítség, kifizetetet. Szóval nem fizetek ki a teát. Szóval se bizonyosan visel a számláját. Igen, folytatjuk. Oké. A következő célpont a kórház. Pff.
Hát, megaggódom. Jobban vagy, Vigil? Igen. Sajnálom, amit okoztam neked. Itt volt az ügyész korában. Te megezett. Ő is bocsánat kérő volt. Na, de magának köszönhette. Hát nagy bűnöket szenvedette azzal, hogy gyilkózott a felség előtt. És becsapta még magát is. Oké, szóval nem baj, se ebből volt ott. Hát is Gresszó segíteni ki, talpra. De nem, ő volt, aki szinte a professzorom megszökni. De mit történt volt a képben akkor? Végre. Gregson kérése. Most mind nyomozottam egy szkolt tenni, ha nem tudom. Igen, ők kellett el, hogy személyisítsa meg őt. Előntém ott, hogy Jack Gregson, ahol itt van. Ő akadta, hogy a Vörös Hajók ligájában legyen. Akkor ő az, aki rab volt. Igen, azt is felkérte, hogy mutassa fel azt az iratot. És elszenvedte azt a zúzódást a Vörös Hajóaktól. Mikor hallotta a lövést, átadott a helyzetét. Hát jelenteni akarta Gregsonnak, amit tudott a Vörös Hajóakról, de már halott volt. A börtönszük is. Éjfélkor történt a dolog 10 évvel ezelőtt. Mikor történt ma a kivégzés. De nem történt meg az. Tehát, hogy ő volt szokisítem. De hogyan történhetett az a terv? Pedig a Barclay a legbiztonságosabb börtön. Szerintem fel volt kutatva.
Genshin Negative. Koporsó? Koporsó nagyon gyanús volt. Mikor halott volt, a hagrész szemetelve vitté a koporsót. Senkit nem engedélyeztek, hogy a koporsót megintsék. Elnézik még a koporsókat is, hogy ez be van zárva. De nyitva volt a koporsó. Nem értette ezt. Asugi volt, megszökött a koporsóból. Biztos, hogy a koporsóban nem lehet volna sok levegő. Valaki biztosan kiásta azt a koporsót. Úgyhogy össze volna a gégye. De a végén lelőtték a temetőbe. Valaki nem tisztel egyáltalán a hullákat. De kilőtt, arról nem tud. Azt, hogy segítségnek ő nem tudott volna megszökni a börtönből. De nem ő segítette. Az elítélt. Jós mentőt. Rövid ideig ismerheted. Még hamarabb ki akarták végezni. Hát igen, hogy gyors el akartak idézni a dolgot. Egy hét alatt. Hát azt mondja, hogy valamelyik kedves volt, úrjönben ugyanseggel. Alig hitte a mintet. És megkérdezte. Tényleg felelős a halálunkért? Ő ezt elismerte. Következő napon, amikor a zárt feljött, az ítélet bűnös volt. Visszaköldék a cellába, de látott valami szokatlant. Mit? Végrendeletet. Genshin Asuki végrendeletét. Miután bűnösség imádott el. A cellában papír volt nála. Amikor észrevett őt,
Elejtette a háta mögé. Miért szokatlan az? Szóval engedhették, hogy betartsa a kardját, például. Szóval nem lehetett nála se tó, se papír. Szóval nem akarták, hogy írjon bármit, hogy vitetét az utolsó napjaiban. Elvettet egy papírt, és kérte. Hogy ne beszéljen erről. Az a végedet az egyetlen fegyvere, ami van neki. De hogy miért, az később derül. Úgy tett, mintha nem állok van semmit. Később. Hát. Úgy tűnik ennek az ügynek is vége. A végrendelt eltűnése. Vagy eltűnt az a papír. A kivézés után történt. Szóval börtöni betörés történt. Átkutották a celláját. Szökődik Japánba. Kazumához. Ő nem kereste. Ember nem tűnhetett el az a papír. De hogy hogyan tűnt el, azt nem tud. Még idén van, honnan tudod? Szogi papír, meg neveztem. De nem volt sok mindent. Mai napig mindent elfelejtett. Elég fontos információ volt, az biztos. Itt már mindenféle információ fontos. Felségenes ride lesz. De hogyha felépül, akkor letartóztatja.
brutal, hogy ez a nap eljön. Még van. Nem akar, hogy arról beszéljen, beszélj bárkivel. Valami titok lapon, mert... Ha megtudja, hogy tudott... Még problémát fogok okozni. Akkor kérdési papír, hogy lehet fejbe? De biztos, hogy kési tervele része volt. Barclay Pays, börtön következő állomás. Hello. Igen, megtaláltam Vigil. Tehát van egy aszoki papír, aminek a kezébe kerül. Ez a bak lesz itt a napja. Igen, kiugrott az ablakon. Thank you.
Hát... Amit még nem jutom, hogy... reagál ránk, amikor ugye azt, hogy börtönbe jutottuk az anyját. Azt már tudjuk biztosan, hogy ott volt Courtney szép is, amikor Genshin meghalt. Góri, szívlány. Ő olyan lett, mint az anyja. Ő akarja folytatni azt, amit anyának sorítja kedvéért. Szóval ő írta azt a boncolás jelentést Gregsonról. Kedvelte, amit az anya csinált. De arra is bizonyára tudhatott, hogy bizony 10 éve ezelőtt. Tehát Gólival is beszélni kell, még csak jó kérdés, halasztik-e? Oldatlan kérdés, hogy mit tegyünk fel tőle, az biztos. Az fájna. Az azt, hogy hip-hop. A kurva életben! Jó, na végre. Hogy honnan tudok ról? Hát nem sokan haltunk el. Nem mondhatom el, hogy Vigil-től. Úgy gondoljuk, hogy ez egy végrendelet.
Asugi. Igen, jó gondoltuk. Eltűnt a cellából azok. Hát cellában kellett lenni ennek a végrendeletnek. És megkeresi. De japánul van az... Mert biztos, hogy azt kiírta. Kell legyen. Nem akar, hogy beszéljünk erről a skipopíró. Akkor most beszéljünk Kazumával. Mióta vártam. Ügyészi oda. Kazuma! Gyűrű az a volt valami éppen. Tényleg okos vagyok, úgy végként. Hát örült, hogy részt vezetünk be. Hát örülnék, hogy ült volna egy kicsit együtt helyrehozták a rendet Tonyával. Szóval az apja miatt akart ide, nem azért, mert ügyvéd akart lenni. Az eltűnésed? Egyértelte azóta, amit autóra álltunk. Utcán járták Japánból Nagy-Britanniába.
egy baleset miatt azt hittük, hogy elvesztettünk. Szóval ki volt már ötve? Egy ágyban volt. Virágukka volt tele a hely. Egy kabinban volt. Kiszökött onnan. És amnéziás lett. Most se tudta, hol volt. Csak hangokat hallott. Aki kérte, hogy jön, mennyi Nagy-Britániába, és hogy ott már van feladat. Nem tudta elkerülni azt a hívást. Akkoriban még Hongkongban volt. Nem tudod semmit a szituációról. Mit gondolt ez az utolsó esély? Szóval potyázva ment Nagy-Britanniába. Ott hagyták Hongkongban, minden idegen volt számára. Nehéz volt a feje. Már szerette, hogy halott emberként távozott, és nem volt semmi pénze. Szerencsére két tóla volt. Szóval egy hajón dolgozott. Megérkezett Doverbe. Három hónappal. Ezelőtt érkezett. Jaj, tudod. Biztos a másik oldalról. És hogy lettél tanítványa az X-nek? Hát szerencse volt. Nem volt semmi papírja. Scotlandiába küldték. Találkozott Strongharttal. De észrevette a tapasztalatát a törvényben. Ez érdeket... És ő döntött úgy, hogy ügyészi posztot ad neki. Maxba. Amikor megismerte az apját, akkor jött vissza az emlékezete. Mondott volna az álmáról. Igen, közölte, hogy ide akar jönni. Tizenhat évvel ezelőtt. Az apja Nagy-Britanniába ment, amikor kis fiú volt. Ez volt az utolsó emléke róla. Igazságosztóként ismerte. Hat év utána közötték vele, hogy meghalt az apja. Mikor tovább közölte. Azóta Mikko tovább jó hozzá. Még hajlandó volt segíteni, úgyhogy egyetem is tanulja. De nem hitte el az, hogy beteg.
érkezett egy levél. Felnyitotta, amit Yuchin kapott. És amit elosztott benne, az megváltoztatta az életét. Sorozatgyilkosnak nevezték, de valaki gyalázta az apját. És azóta határozott. Az egyik áldozat jött ez a levél. Rájött, hogy kivégezték. Tehát olyan valaki küldte, aki már halott. Még egy újságot is olvasott róla. Akkor először a professzor és a gyilkosságról. És mit mondott az apja erről? Nem mutatta meg neki. Mert titkózott előtte. Mert azt hazudta, hogy betegségben halt meg. A levelet Jikokunak mutatta be. De röhögni merészet. Látta az arcában, hogy sokkolva volt. Egy éve később, amikor anyja meghalt, akkor döntött el, hogy egy napon kudarc nélkül elhajózik Britanniába, és kidejti az igazság az apjára. Szóval az apja miatt jött ide. Nem azért, hogy tanuljon. És nem akart, hogy bárki az útján váljon. Kaszás per. Igen, lenyűgöző voltam tőle, hogy így végkedtem. Még tudott róla, hogy valaki parancsolókat osztogat a merényletre. De nagyon azt hiszi, hogy Zix a kaszás. Mert gyalázta az apját. De ő inkább a pletykának hisz. Nem hiszi azt, hogy apja bárkit megölni. És abban is biztos, hogy kaszás gyilkos. Kell valamit megmutatni most itt? Hát az Asuki Popit nem szólna megmutatni, az igaz. Kell még valami, vagy nem kell? Majd kiderül később.
Na, de azért még egyszer megnézzük. Legalább ezt elhaltam ott. Csak egy. Várj, már tudom! Már tudom, mit kell megmutatnom neki. A bontozás jelentést. Most beszélnem kell arról, hogy nincs időpont. Nem lehet, hogy biztos, hogy abban gyakorolt meg, amikor kellett volna. Hát tízavarta, hogy miért nincs ott időpont. Hát igen, kérdezik Gorit, hogy miért nincs időpont a boncolás jelentésén. Kigán a lélekét. Ez a szimbólum, az, hogy
de most, hogy érben maradtát, visszakapta a kardját. Viszont... Felkészülni a holpik elő. Megváltoztál. Hanem én. Mi akar bizonyítani arra, bocsi, minden áron, hogy tényleg ő a kaszás. De nem fogja hagyni magát, mert te bosszodok az apján. Ezt vártam. Furcsa egy helyez. Szállnak volnának itt. Még három helyet még fel kell fedezni. Maria Gori. Keresíti a szerszámait. Szerzeket a késeket és... Időpontja. Ne, a veszedni vagy valami. Valamit mondod a dronszi. Nem akar veszélni meg. Rá kell venni, hogy beszéljön. Igen, itt nincs kitöltve.
Na, most már jobban nézzek. Nem volt egy hibá. Miért nincs a halál időpontja benne? Kérték, hogy ne írja ki. Stronghárt kérte. Ő jött ide. Szolgál, biztos titka van. Azt mondják, ötkor halt meg, amikor halták a lövést. De az nincs benne. Mi ennek az oka? Ha eltegetsz valamit Stronghárt parancsára, előbb-utóbb úgy pénzed, mint az anyám. Nem tudod időpontot beírni. Hogy érted ezt? Még friss volt a teste, amikor adta azt a vist. De egy probléma adódott. Hal volt a zsebében, ami rohadni kezdett. Mintha valaki manipulálta volna az időpontot. Tehát ez egységes, hogy a rohadó hal miatt nem tudják megmondani, hogy miért nincs időpont. Mint a lehet volna fagyasztva. Hát ennek az egyetlen magyarázata, hogyha a holttestet egy hűtőbe rakták. Csak hogy nincs zsár Fresno Streetben. Tehát le volt fogyva a holttest. Még nem tudja megmondani, hogy ez mi okozta. Egy nappal korábban történetett a gyilkosság. Tehát más helyen kellett, hogy meghalljon, de egy nappal korábban. Mondtad ezt a Stronghárnak? De azt mondták, nincsen egy elektromos hűtő. Mert az anya volt a felelős. A Clint Van Ziggs bocsás jelentését is. Tudod valamit a 10 életeti történetről? Nem ez minden, amit az anyja tett. Clint Van Ziggs bocsás jelentést ő készítette.
az utolsó pillanatokat érték meg, amikor készült ez a vonzolás jelent is. Hát én büszke volt az anyjára. Professzor kérdése volt ma első, a ma az anyja első. Anya volt a legjobb koronel, ami nem tudom pontosan miféle foglalkozás. Talán boncolási boncolási kapcsolatban van. Nem akartad tudni. Ő miért történt az a boncolási intézsé. Értem történt, de ez az szólt így. Én hét az anyja volt. És kíváncsi, hogy úgy végzél, mint ő. Biztos abban, hogy ő is valakinek a befolyása alatt volt. Hát ez a jobb kérdés, hogy jön abban a börtönből van kérdésből, van ki a felelős. Még. Clint Bonson a sentése. Szóval csak mostanában kezdenek el Bonson a sentéseket írni. Még csak asszisztens volt az anyja. Tehát a Wilson is benne volt ebben a dolgokban. Volt egy látogató is látogató tanuló is Yuji Mikotóban. A bocsás jelentés volt az ok annak, hogy el tudták kapni a szobit. Hát most éppen megnézni, hogy az a boncolásét is odaadná. Ez fura. Kitől van Zisszel kapcsolatos boncolás jelentés? Valaki elvitte. Senki nem engedte, hogy elvigyél egy dokumentumot. Két érzelet volt, hogy eltűnt a bonzolásént is, és detektív volt itt a felelős. Sherlock vitte. De gyanúszik arra, hogy ő tette. Hát ez is sokkolja. Thank you.
Ice távozik. Kicsit kisár. Nem hiszik arra, hogy ő itt volt. Kiderült, ő is itt volt. Mikor jött a detektív, ő Iris vele volt. Tehát szerint Katie vezettünk, de Clemens X bocsás jelentési. Abban bizonyára benne volt Wilson neve is. Már igen nem látott látogatókat. A büntény helyszíne. Hol van Gina? Valami különböző... Mit tenni? Még pedig ez. Nagyon nehéz egy táska. Éppen már nézd mi van benne. És Gregson neve van ott. Nem akarja, hogy megnézzük ezt a aktatást. Hol voltam? A főnököd. Szégyéljél magad, hogy szóltad jár. Vádolják őt azzal, hogy ő gyilkossza. De valami ezt vádolják. Volt egy nód. Ami a bőtényt oldottam.
Amiben benne voltak a Vitti. Én találtam. Szóval egy rejtett notebook miatt most tudják az, hogy jó kaszám. Vagy van ne elolvasni. És mit írtok? Időpontok, hét, nevet, hosszú is. Amit így nyelve a kaszas hihetet. Hát ez isták arról, amit a kaszás tett. Egy névre volt csak igazán furcsa neki. Akkor de valamit? Miért, de mennyire? Biztosan is tudod az a sínyel. Na, pontosan úgy van a neve megemlítve, úgyhogy... Assassin! Úgyhogy született úgy. Nyomozásunk. Nem kell fordítani. Még vele van a kutyája. Egy jobb áll, te egy kis, hogy mennyire? Végre lépette a kutyáját. Még köszöntően találtam meg a Dreber raktárát.
hát nem tudom ezt tovább. Hát nagy szagása van a kutyán. Hát ő is a táska adja a nevászt. Akkor beszélj erre a vas oktatáskán. Mi történt? Jövök mozgásra próbálják idejteni. Azt a szendvics, akkor elgondolt. Szóval ő találta meg azt a oktatáskát. Szóval ő vitte! Azt gondolta, hogy sok pénzt adna neki. Hát nem tolálja rája azt a lopást, mert ő pénzt is elvitt onnan valamit. Szóval a tolvajok is. Szóval szerint is ellopta azt a táskát, mert azt gondolta, hogy ő meg az otthon rája. El volt szegényedve. Megengedít, hogy megvizsgáljuk azt a táskát? Nőleg dolog a következménye lesz. Jaj, ne. Jumpscare! Baszd meg! Tisztői fél jumpscare! Kutya a padra küldött. Mint csámsz. És most visszakerültem a helyemet.
Sérülés van a fejemen. Nem volt jegyük. Szóval cukros vizet használtok helyette. Vissza kell mennem oda. Most be kell szereznem egy accolade-t. És mi kell hozzá? Beszélve, direkt nem csináltam még meg egyszer se, úgyhogy elsőre fog ez összejönni. Inkább nem veszik elő. Most már csak egy helyes színmad hátra. De ő sem szólal meg. Furcsa, új emberbe. Nincs. Lány, aki nem beszél. Ez következetességgel kell ideigre, hogy valami titkolna. Ez biztos, hogy titkol rá kapcsolatban. Thank you.
A férfi kilépett. Az egy-egy ki, hogy német. Úgy azt gondolom, hogy németül érek el. Az biztosan Iris. Hogy miért ilyen erről biztos, hogy te adja a választ. Hiába, hogy jönnem. A következő kérdés. Önök ki lehet? De ez az utolsó következő tesség. Évekkel ezelőtt. Egy német ember volt. Úgy gondolja, hogy német név. Azt gondolja, hogy Németország királya. Nem rajta voltam az. Ez a katonáciát teszte ki. A férfi az ő Németország király. Ez nagyon mulatságos. Ez kiptes is. Mekusor. Hallgatásod, nem rejtek egy igazságot. Azt gondolod, hogy azt gondolod, hogy a táskában van a válasz. Azt gondolod, hogy a német király parancsára hallott. De mit titkol? Kéri sem az meg, hogy a Dávid csisze füle. Sajtok el van sztőrve. Szóval igazság. Szóval eltörült a kávés csészéje. Semmi miért van ezt. Szóval akkor a kávés csészéjét. Ez is a fét megszólalni. Meg sem mozdult.
Úristen, mi Iris valami valamiért. Még más gond is van. Állítólag csak Bohémia a király, nem a Németországé. Hogy hogy jöttek rá, az elég fonyolult. Még ki kell javítani szóval Szibályt, mert elég vicces, amiket mondok. Biztos, hogy állj szerintéket mondok. A kedvenc kávicsi szék adni. Now it's my turn. Hát elhagyja meg a kérdésre a választ. De hogy tudod, hogy lényege? Ez itt a jó kérdés. De közelről kell megnézni a kérdésre a választ. Ezt nem mozdul. Kérdés jó válasz, nagyon egyértelmű. Gramofon. Take that! Szóval a gramofonból jön a hang. Szóval nem énekel. Ki van ütve? A zene ütni most állt le. De vajon honnan van az a német szám? De akkor ki ez a férfi, hogy... A király. Azt gondolja, hogy ez a maszk Németország királyához tartozik. De már kiderítettük, hogy Bohémia a király is lehetne.
Hát a királynak nem lehet maszkja. Hogy ismerik akkor fel, hogy jó? Meg kell tudnunk, hogy ki ez az. És a kérdésre van az egyszerű, aki nézte ezt a 8. epizódot, azt tudja, hogy hozzá. Take that! Szóval ebben a dolgokban volt ez a maszk. Akkor ki az jövő? Ki lehet ez a férfi? Le kell állni csak a maszkot. Eugene Mikotoba. Szóval itt vesz ki Mikotoba, de vajon miért? Hal, miért van kiütve? Ez itt a jó kérdés. Vajon de miért nem szólal meg? Na, a hallgatásod nem képes elégedni az igazságot. De olyan hátizsákon van-e a bizonyíték? Csak ez lehet. Take that! De nem lesz jó döntés ki. De valami nem stimmel ezzel a dobozzal. Ez ki van nyitva. Még biztos, hogy van köze az, hogy nem szól azt meg. Ki akar nyitni, de... Boxer! Szóval ezért nem a... Szóval így végezte Eugene is. Boss kezdjük meg baszt, amit... Akkor nekik kell befejezni, akkor el... Amit elkezdni. Az indok arra, hogy nem beszéltél.
Ja, nem tudjuk a választ miért, de ezt le kell adni választ, és aztán gondolkozni utána. Kérdésre a válasz itt van. Take that! Szóval a kulcs van kezében. Szóval kiesett a kulcs a szájából. Dosz kulcs. Szóval mikor Tóba is kinyitotta azt a dolgozt, amely feltötte a levegőre. És így végeztük. De ez nem mindent magyarán az el. Miért volt alatok azon már maszkja? Hát így magyarázat lehet. Csak valami csoda történik. Hát, hogyha így nézzük a dolgokat, akkor mikor tovább kinyitotta a dobozt, ezek mind felrepültek. Szóval az terítő, ami nála van. Még a maszt is rárepült. Brilliant. Szerintem tiltakozik. Még egy fontos dolgot elfelejtettünk. Egy nagy titkot rejtik. Úgyhogy még nincs vége. De majd mit? Mert tönkömentek a kávés részük, amikor ez a boss kezdti. Feltötte mindent. Na, lássuk, mit legyél. Itt ez alatt van valami. Take that! És vége. Hát nem ezek, ez köthet egy detektívvel. Már emlékezünk vissza. A bolcolás jelentéstől. Gol eszközölte. A Twinven Six bolcolás jelentése. És ott volt Sherlock Holmes és Iris is. Igen, ő vele volt.
Szóval nála volt az egy... Breakdown. Szóval egy fájlóba terjedteni. Zseniális. Elvette a laboratóriumból. És mi zavart benne? Van, amit keresett. Látta a jelentést, hogy mit... És vízzomba volt benne. De valami tényleg az olvasott, ami sokkal. Ettreked zapjál. Keresünk egy képjelőjét. Nem, most sikertek. Az apád. Se a partnere az, aki apja. Azt mondta, hogy az apja nagyon messze van, ahol nem találkozhatnak. De amikor elhozta a papírokat, tudni akarta, hogy néz ki az apja. De, ami természetes. Hát... Igen. De valamit nem találtunk. Az apja a neve. A neve nincs benne. És egy napon akkor történik meg. Amikor megtalálta a bontzás jelentést. Szóval az aláírás az, amit... ami érdekelte őt. Alig hitte el. Ismerte ezt a kézírást. Thank you.
Két szépet nézze meg az utca sejtés, de megtiltotta. Ezért elnöltött, hogy ellopja. Csak ezt tanultam meg Zone HV Zone nevét. Azért adott a hívjánkat ICV Zone-nak. Ezért nem tudtuk úgy, hogy se okoz kalandjaira úgy. Most már lehet érteni, hogy miért valóta fontos. Ígéretet tett, hogy amikor eljön az idő, apjáról a titkot leelpezi. De meg megígéri, hogy visszaviszik Bolinak azt. De meg kell tartani azt a bizonyítékot. Ez nem is Dr. Wilson, aki az aláírást csinálta. Jól ismeri ezt a nevet. És mikor tovább a aláírásaihoz? Mondva ezzel, hogy a bocás jelentés hamis. Meg ő következik. Mozart-sejtési aláírás. Szemét, de miért hang is? 10 éve ezelőtt, amikor az apja visszatért Japánból. Asszisztens volt Wilson laboratóriában.
Ez egy komplikált szituáció. A partnered? Adja már vége-vége. Mi történt a partnerettel? Létezik vagy nem? Hát meg a választ. Hol van a partnered? Ritkán találkoztam. Ugye a másik oldalán van. Csak egy jogos magyarázat. Nyűgözzem le. Partnered Yuji Mikotoba. Szóval már fel kellett. Sonsz is mikor dolgozik. Igaz, Dr. Wilson? Hiszen a téve találkoztok utoljára. Szép híró vagy, de nincs innen jött ide. Szóval én is dolgozott egy laborban. Hát tényleg is kalandjai voltak. De az alis pedig miatt szét kellett válni. Igen, visszaküldték őket. Mi maradt még? Thank you.
Igen, itt így meg kéne oldani. Ki Iris apja? Csak éljen már véget, ez már nagyon hosszan van beszélve. Arra gyanakszik Suzy, hogy Yuji Mikoto, hogy Ice apja Yuji Mikoto van. Komplikáns. Come on. Zenségei... Ki akarja idejteni, hogy ki a zenség? De ami Ice apját jelenti, az még nem derül ki. Főleg nem ebben az epizódban. Legyen már vége! Nézzük az apjába. Sok szerencsét kíván. Na végre! So much happened that day that I barely knew what to do with myself. It would only be later that I'd come to realize how amidst the chaos I'd unleashed were all the clues I needed to finally unearth the truth. And that all the turmoil was necessary to give me the resolve to see everything through. Vége. Hát álltok, nem szabadna a végét, hogy én betettük meg perokvenzíkszet. Ami azt jelenti, hogy 9/10 epizódos. Ez az egész. Hogy miért 10. epizód, az csak a perem fog kérni. F
Szívesen megmutatnám, hogy megvan a medál, de sajnos oda úgy sérülni kell. Nagy legközel. Jó van, akkor már búcsúzom, és legközelebb a 10. epizóddal befejezzük, ami csak 4 videó lesz belőle, úgyhogy és ami megvan, az is meg lesz az összes medál, örökre befejezem a The Great Ace Attorney Chronicles-t. Így volt már, szevasztok!